Na sziasztok, én Oxy Foxy vagyok, és itt vagyunk a Jurassic World The Game következő részében. Ahogy látjátok, most nem az Alivében vagyunk, mert nem tudom egyébként nézők, a legtöbben jobban szeretitek ezt a sorozatomat, mint az Alivét. De szerintem igazából a kettő játék annyira nagyon nem különbözik egymástól, csak a Alive az jobban hasonlít inkább a Pokémon Go-ra, mint ez, de mindegy. Nem tudom, miért szeretitek ezt jobban, de ti tudjátok. Leírhatjátok kommentbe, hogy ti miért szeretitek ezt a sorozatot, hogy például leírjátok, hogy én azért szeretem ezt a sorozatot, mert pont, és akkor odaírtok nekem valamit. Na. Ebben a részben azt terveztem, hogy egy kicsit csatázunk, és megnézzük, mennyit tudunk csatázni. És ja. Ez, amit terveztem csatát, ez a hárommas csata lenne itt, mert ilyet én még nem csatáztam, és aranypaketért van, és ahogy láthatjátok, a első háromféle csata van. Nem tudom, hogy mindegyiket meg tudjuk nyerni. Gondolom először Dino, aztán először Dino. Nem akarom a legjobb csapatomat betenni, szóval meglátjuk, hogy hogy lesz. Szerintem próbáljuk meg így. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként most, ha kérdeznétek, egyébként mostanában azért csinálok gyakran Jurassic World Alive-ot, mert abban a játékban nemrég jött ki a legújabb frissítés, és arról csináltam kettő videót. A első részét szerintem ezelőtt a videó előtt fogjátok látni, a második részét meg talán ezután a videó után. Még nem vagyok benne biztos, de jó. Na, nézzük. Egyébként ezekben az első nem tudom hány ellenfél nem szokott nehéz lenni, csak az utolsó kettő vagy három ellenfél szokott úgy kicsikét nehéz lenni. Szóval jobb, ha néha azért bónuszozunk. Na. Ő is bónuszozik, de igazából engem nem nagyon zavar. Persze egyet pajzsolt, mi? Azt a, de megijedtem. Na. Jó lenne ezt a csatát megnyerni, csak az a baj, hogy három körös. És mondom, ilyet még nem csatáztam, hogy 9 dino ellen kell harcolni, aztán 9 őslénnyel, aztán 9 vízi dinóval. Ilyet még soha nem csináltam, szóval nem tudom, hogy meg fogom-e nyerni, vagy nem. Aha, persze, pont 2-t védett. Jaj, de utálom ezt. Hogy ugyanannyit véd, amennyit támadok, és akkor... Oké. Okay. Hát... Egyébként meg tudott volna ölni szerintem nem tudom. Na, gyerünk mind a négyet. Ja. Nem. Egyébként a apatót még nem 30-aztam ki, de szerintem a következő részre már ki fogom 30-azni.
Mert őt egyszerűbb lesz megölni. Nem így gondoltam. Mindegy egyébként, mert úgyis a következő egy húsevő lenne. Öljél már meg. Mennyi ütés lennék neki? Szerintem pont 4, vagy nem tudom. Így. Na gyerünk! Mind a hatot! Mind a hatot! Szerintem csak ezt a egy kört tudom videóba felvenni, de mindegy. De videón kívül megpróbálom megnyerni ezt, aztán legfeljebb a következő részben meglátjátok, hogy nyertem-e valamit, vagy nem. Jó, nem is tudtam, hogy nincs pajzsa. Aj, de ezt nem szeretem a legjobban, amikor nem támadnak, és nem tudom, hogy mi van. Oké. Akkor ezt a vízit kell legyőznünk, meg egy növényevőt, ami utána jön, aztán a dínos csata az kész is lesz. 3. Még jó, hogy tudok valamennyire számolni. Védekezzünk? Inkább ne. Mert úgyis Lucky-val már simán meg tudnánk őt ölni, szóval... Elég lett volna szerintem 3 is, hogy megöljön. De a játék tudja. Így. Egyébként én a JV Alive-ot én azért szeretem jobban, mert abba én, vagyis ahogy észrevettem, de abba én gyorsabban tudok fejlődni, mint itt. Vagy nem tudom. Megnézem, hogy ki... Megint Dino? Én azt hittem, hogy most őslény vagy ilyesmi. Na mindegy. Én szerintem már nem csatázok még egyszer, mert talán annyi tárhelyem már nincsen, mert elkezd makadozni, és az nem. Na, én szerintem el is köszönök valakivel... Mondjuk a... Mondjuk veled. Őt egyébként majd ki szeretném huszazni, mondjuk nem tudom, 20-ason milyen erős. Várjátok, gyorsan megpillantom, 20-ason milyen erős. Nem rossz, nem rossz. Na, én szerintem el is köszönök tőletek, szóval én Oxyfoxy voltam, találkozunk a következő részben is, ahol valószínűleg csatázni fogunk még egyszer, meg valószínűleg már 30-as lesz a apatónk. Szóval sziasztok! Húú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